Start. Ebben a pillanatban elindult a napi hosszú távú versenyünk, a legjobban az indítás Lingo Tétinek sikerült, ő az, aki ére tud ügetni, de ott van hozzá nagyon közel Timikó, és Timikó megtámadja és elüget mellette, fölfejlődik Velence, Erris, övé lesz a harmadik pozíció, majd pedig ott láthatjuk mögöttük Betty Evót jelen pillanatban a negyedik helyen. A három ló, akik 20 méter hátrányból indultak, megpróbálnak csatlakozást találni, többé-kevésbé talán sikerül is majd nekik. Timikó átvette tehát a vezetést, mögötte ott van Lingo Téti, majd Velencer, aki pedig robbant, az a Bézikvá Bene, aki 20 hátrányból indult, de most már ott van a fejben, és könnyen lehet a tempóból ítélve, hogy át is fogja venni a vezetést. Mozgolódás van egyébként folyamatosan a külső spúron, igyekszik fölfele egyébként Zséda is ott van már a negyedik, ötödik helyen. Helycsere volt tehát az élen Bézikvá Bene, az, aki begyújtotta a rakétákat és vezetni tud, mögötte pedig Timikó színeit láthatjuk, majd pedig Timikó mögött Lingo Téti, és jönnek külső spúron Zséda vezetésével. Másfél kör még hátra van a Leszkendikebből, nagyon-nagyon jó startját követően, tehát Bézikvá Bene most már diktálja a tempót, és ott van a frontban, mögötte érkezik a favorizált Zséda, bent a falon pedig Timikó, aztán Aszlak, mint a teljesen együtt a mezőny összességében, gyakorlatilag 10-15 méteren belül ügetnek egymás hegyén hátán, de hát még azért sokkal hátra, nagyjából 1400 méter a futamból. Bézikvá Bene diktálja a tempót, ez ilyen jó közepesnek ítélhető, gondolható összességében, kívülről mellette talán most már azért fejfejt fog feljönni Zséda. A harmadik spúrban Aszlak Princesszel is próbálkoznak, Betty Evo is feljéből Univerzába is kapaszkodik tovább, és óriási a tumultus a frontban. Aszlak Princess az, aki fölüget a vezető Bézikvá Bene mellé. Kérdés itt a kanyarban, azért nem valószínű, hogy el tud tőle köszönni, pedig a lendülete nagyobbnak tűnik. Aztán ismét egy kettes fogat bent a falon, Timikó, kívül pedig Zséda. A térhátrányos lovak, tehát nagyon hamar ledolgozták ezt a bizonyos handicapjüket, úgyhogy együtt van az egész csapat. Lingo Tétit láthatjuk a mezőny közepén Betty Evo társaságában, Velence R viszont eléggé visszacsúszott a kezdethez képest, nézzük az elejét, továbbra is Bézikvá Bene vezet Aszlak Princesz társaságában, aztán két hölgy hajtó, közülük a Zsédát hajtó Fejsz és Kitti az, aki robbantott, visszacsúszott Timikó ezáltal a negyedik helyre, Betty Evo is keresné az utat, nagyon kívül pedig Universal Boy az, aki talán rákapcsolat, érkeznek az utolsó kanyarra, és egyszer csak Zséda találja magát az élen, lehet, hogy klasszisát érvényesíteni tudja. Elindult most már a favori Zséda, el is köszön a többiektől, 2-3 osz az előnye, és talán ez még nőni is látszik. Aszlak Princesz megy visszafelé, elindulni látszik Betty Evo, azért a falon még Bézikvá Bene tartja magát, ott nagyon szoros a hely, de Lingo Tétinek is lehet, hogy lesz majd valami remény, feljöjjön a dobogóra. Még mindig vezet Zséda, és ez már az utolsó 200 méter, nem igazán tűnik úgy, hogy veszélyben lenne a sikere. Lingo Téti elindul, Bézikvá Bene védekezik, Timikó próbálkozik, és Zséda is azért elkezdi olvadni az előnye, Zsédát meg fogják verni. Bent a falon Lingo Téti ilyen óriási lendülettel! Lingo Téti megnyeri a futamot Bézikvá Benével szemben. Elolvad Zséda előnye, végén talán-talán harmadik lesz. Ott van tehát a dobogonda nyerő, az óriási finisének köszönhetően Lingo Téti.